A Bankcsapda Érdekvédelmi Egyesület elnöke a mi vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ferenc nem utolsó sorban a KT képviselőjelöltje, azért ezt most a rendkedvérét a kampány finisében tegyük hozzá rögtön. Tegnap itt ült Gyurcsány Ferenc, és sok mindenről beszélgettünk, egyebek mellett arról is, hogy fél mondatban említést tett róla, hogy ő például szintén devizahiteles, és az ő megmentése az pont annyira beleillik a kormányprogramba, mint a tényleg bajban lévő devizahiteles megmentése. Mondta, őt nem kell megmenteni, éppen ezért kellene egy olyan a devizahiteleseket mentő csomag, majd egy új kormány idején, amely azokat húzza ki a csávából, akik tényleg rászorulnak. Önök meg kiadtak egy közleményt, meglehetősen felháborodva. Mindezen. Miért? Elsősorban azért, szerkesztő, mert Gyurcsány Ferenc nem egy átlagos devizahiteles, ebben ugye mindannyian egyetértünk. Én úgy gondolom, hogy ő közgazdászként és miniszterelnökként annyi többletinformációval rendelkezett, ezt nevezhetjük akár benfentes információnak is, és a pénzügyel kapcsolatban is olyan ismeretekkel rendelkezhetett, hogy ezeket a devizapiaci kockázatait simán tudta kezelni. Ugye az átlag devizahiteles ezeket a devizapiaci kockázatokat nem tudta kezelni, a kockázatkezelésről szóló tájékoztatások elmaradtak. De hát ettől még devizahiteles. Tehát az állítása nem kérdőjeleződhet meg attól, hogy ő tudta kezelni. Na jó, de az a devizahiteles, aki ugye határidős és származtatott ügyletekkel ez a devizapiaci kockázatait, vagy éppen akkora vagyonnal rendelkezik, hogy valóban vett fel devizahitelt, valós fizikai svájci frankban például, vagy deviza alapon, de a deviza befektetései révén ugye fölveszek 1 millió svájci frank devizahitelt, és 1 millió svájci frankom amúgy megvan, és esetleg az betétekben, vagy folyószám, devizaszámlákon tartom hát nyilván. Tudja, hogy Gyurcsány Ferenc mennyit vett fel, és mennyi devizát. Nem, én azt tudom, hogy Gyurcsány Ferenc milliárdos, és ugye egy milliárdos nem azért lett milliárdos, mert fogalma sincs a pénzügyekről, rendelkezik olyan ismeretekkel. A másik fel itt a megmentéssel kapcsolatban szeretném, ugye megragadom a lehetőséget, hogy itt vagyok, szeretném tájékoztatni a nyilvánosságot, hogy a jelzálog hitelezéssel foglalkozó összes pénzügyi intézménnyel szemben feljelentést kívánunk tenni a legfőbb ügyésznél, és a Magyar Nemzeti Banknál, aki ott a jegybankelnökkel a múlt héten találkoztunk, Matolcsi Györggyel, pedig célvizsgálatot kezdeményezünk azzal kapcsolatban, hogy a jelzálog fedezetű hitelek, ingatlan fedezetű hitelek hogyan szállhatott el a tőketartozás, amikor törvény írja elő a pénzügyi intézmények számára, hogy az egyedüli és kizárólagos fedezet, az ingatlan fedezet, mint fedezet nem válhat fedezetlenné a kölcsön folytán, hogyha különböző devizákban áll fel. Szerintem most jól néhányan nem értik, ugye itt arról van szó, hogy van egy 10 milliós ingatlan, a bank ezt tudomásul veszi, annyira is értékeli, ad hozzá egy hitelt, majd azt mondja, hogy az ingatlan most ér 6 milliót, a hitelet pedig most már 14 millió. Szerkesztő, pontosan úgy működik, és ezt szerintem a múltkor már megértette, hogy 10 milliós ingatlanról beszélünk, a bank megállapítja a hitelbiztosítéki értéket, az az érték, amely mellett az ingatlan minden körülmények között értékesítető. Ez a menekülő érték, hogy így van, nevezzük így. Az megállapítja 7 millióban, és annak a 60-70%-án folyósít. Tehát könnyen előfordul, hogy valakinek volt egy 10 milliós ingatlanja, és 5-6 millió forintnál többet nem kapott. A hitelbiztosítéki érték és a folyósított összeg között az a bank kockázata, meg az ügyfél kockázata. De az, hogy elszállt az árfolyam, és ugye megindulnak a végrehajtási eljárások az ügyfelekkel szemben, és nem az ingatlant viszik el, hanem a teljes vagyont, ez az arra utal, mikor törvény írja elő, hogy nem szállhat el, tehát a banknak kötelező megkötni a kockázat kezeléshez szükséges pénzügyileteket. Viszont a bankok gyakorlata az az, hogy nem az ingatlant tekinti, hanem az ingatlant is. Tehát az ügyfél teljes vagyonát vonja el, ami úgy gondoljuk, hogy a banknak itt már árfolyam nyeressége keletkezik ezen a terméken. Szóval feljelentést tesznek. Matolcsi Györggyel tárgyalt Szili Katalin oldalán a múlt héten. Mire jutottak? Főként annak fényében kérdem, hogy nagyon sokan Matolcsi Györgyet és az ő egykor vezetett gazdasági tárcáját vádolják az, hogy a devizahitelesek ilyen nagy bajban vannak. Nézem, Matolcsi György nagyon korrekt volt azzal kapcsolatban, hogy megneveztük közösen a felelősöket. Tehát de nem ugye, ő volt az? Nem, intézményeket neveztünk meg, a jegybank, a magyar állam és a mindenkori pénzügyi felügyelet. És érdekes módon most már lakosságról nem beszélünk. Szerkesztő, a bankárok, bankszakjogászok pontosan tudják, hogy ez a pénzügyi termék mitől volt uzsora. Uzsora. Pontosan azért, mert korlátlanul olyan tételt számláznak ki az ügyfelek számára, ami a banknak nem valós költség.
Ez ilyen egyszerű. Egyébként az, hogy elkezdtünk... Ez Matolcsi György is kimondja, hogy ez uzsora volt? Vagy ez Matolcsi György még nem mondja ki, de volt már olyan kormányzati szereplő, aki például az egyik legnagyobb bankvezetőjét uzsorásnak nevezte. Tehát azért lassan haladunk. Azt Matolcsi György személyre hányták, hogy 265 forint volt a forint euró árfolyam, amikor átvette a gazdasági tárcavezetését, aztán most meg 305-10 között van? Én úgy gondolom azt, hogy a jegybankelnök egy személyben az ő személyre hányja az, hogy mennyi a forint árfolyama, az egy vicces dolog hát lenne. Hát neki nincsen árfolyam célja. Hát nincs árfolyam célja, de beszélhetnénk arról, hogy 2007-től milyen jegybanki tevékenységet folytattak, milyen monetáris tevékenységet folytatott a jegybank, és gyakorlatilag mi ennek az óriási devizatartaléknak a forrása. Na de az az óriási devizatartalék, az nem bántotta annyira a devizahiteleseket, úgy gondolom, mint dehogy a 310 forintos euróárfolyam. Szerkesztő, pontosan ezért tettem fel ezt a kérdést, hogy ezt a szemléletet, hogy beszéljünk arról, honnan van a devizatartalék. Ugye ez az ország az egyik oldal szerint nagyon jól teljesít, a másik oldal szerint rosszabbul. Én is ezt tapasztalom, hogy rosszabbul teljesítünk, a jobban teljesítés az nem felel meg a valóságnak. Valóban vannak olyan szereplői a magyar gazdaságnak, akik jobban teljesítenek, és az egyik a magyar állam, és például a magyar önkormányzatok, akiknek ugye a teljes adósságállomány át tudta vállalni az állam. Én úgy azt állítom, hogy a devizatartalék keletkezésében a magyar devizahiteleseknek jelentős szerepük van. Nézze, ha bejön ide egy bankár vagy egy állami vezető, kérdezzék meg tőle. Ezt én értem, de tehát az, hogy valakinek szerepe van benne, az nem jelenti azt, hogy károsultja is. Nem károsult. Károsult onnantól lesz az ember, amikor kár éri. Kár de. Akkor éri, amikor mondjuk nem tudja kifizetni a devizahitelét. Igen, nem, azért csak nem tudja kifizetni, mert nem 265 forint az árfolyam, mint volt évekkel ezelőtt, hanem 310. Én korábban utaltam arra, hogy nem lehet úgy devizahitelesként boldogulni, hogy a Magyar Nemzeti Bank vagy a Magyar Állam ellenérdekelt oldalon foglal helyet. Tehát ugye itt pontosan arról de van azt szó... azt halljuk évek óta, hogy a Magyar Állam megoldja, és a magyar kormány megoldja nem, a devizahiteles gondolni, nem ellenérdekelt. Nem erre gondoltam. Egy mondattal el tudom mondani, mire utaltam. Tehát az, hogy a forint árfolyam gyengülése az a Magyar Államnak és a Magyar Nemzeti Banknak jó, amíg a forint árfolyam erősödése rossz. Ugye nekünk meg pont az lenne az érdekünk, hogy a forint árfolyam erősödjön, az nekünk jó. De a magyar államnak az nem jó. Tehát pontosan például a Magyar Nemzeti Bankról, ha már ennyire fölhoztuk így ma reggel, a tervezett 203 milliárdos vesztesége helyett, amit a központi költségvetésnek kellett volna bepótolni, a forint romlása miatt 26 milliárdos nyereség keletkezett a jegybankban. Szóval és itt nem érzi azt, hogy ez a devizahiteleseknek okozott kár? Dehogy nem, ezért mondom, hogy a devizahiteleseken keresztül konszolidálják a magyar államot. Ez egy nagyon súlyos vád egyébként. És akkor Matolcsi György miben maradt a kezében? Matolcsi György abba hagyja? Nem, a Matolcsi György abban maradtunk, hogy ezt a pénzügyi terméket, amit a lakosság számára értékesítettek, ezt egy munkacsoport keretében vizsgálni fogjuk, létrejön egy munkacsoport, és abban a munkacsoportban ki kell dolgozni azokat a lehetőségeket, hogy milyen módon lehet kezelni ezt a kialakult problémát. Nem megmentésről van szó, mert itt vannak törvények, azok a törvények, amit a mindenkori pénzügyi felügyelet nem tartott be. Én tudom, hogy csodát nem lehet tenni egy év alatt, de Matolcsi György kb. Egy éve van a jegybank élén, de lehetett volna. Hát késésben vagyunk. Hát és három évig volt gazdasági miniszter, azon a poszton is lehetett volna, mint azt mindannyian tudjuk. De hát folyamatosan azt halljuk, hogy megmentették a devizahiteleseket. Ezek szerint ön most még mindig, erre készül. Na jó, meglátjuk, mire jut. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Jön a híradó, utána pedig várom önöket a folytatással.